Pálfai Gábor barátommal és túraszervezőmmel az amerikai vadvizek nagy vadjait, igazán különleges nagy halait vesszük üldözőbe. Az elsőként kiszemelt célhalunk egy igazi őskövület, amely több mint 100 millió éve éli életét változatlan formában Amerika vadvizeiben, ez pedig nem más, mint az aligátorgar, magyarul az aligátorcsuka. Ennek a különleges halfajnak a legnagyobb és legerősebb populációja az itt, Texasban, a Trinity folyó vízrendszerében található meg. Ezért utaztunk ide Houstonba, és ha kimondom ezt a városnevet, valószínűleg mindenkinek a NASA és az űrkutatás jut az eszébe. Így mi sem hagyhattuk ki a Houstoni űrkutatási központot. Az Apollo 13 legénységétől hangzott el a legendás mondat, okay Houston, we had a problem here. Hát én nagyon bízom benne, hogy nekünk viszont semmilyen problémánk nem lesz az út során. Időközben a nap lebukott a látómezőn, mi pedig holnap reggel indulunk horgászni. Korán indult a nap. Sok elintézni való várt még ránk. Betértünk egy boltba, ahol megvettük a horgászengedélyt. De szükségünk volt még egy parkolójegyre is, hogy az autónkkal a vízparton tartózkodhassunk. Végre megérkeztünk. A segítők a megbeszélt helyen és időpontban vártak minket. Egy percig sem tétlenkedtünk. A bepakolás után már indultunk is az első ígéretes hely felé. Már a legelső benyomásaim is nagyon pozitívak voltak. Még szinte semmit sem láttam a folyóból, de éreztem, hogy ez nekem való vízterület. Ami már ekkor feltűnt, hogy a hajó nagyon óvatosan közlekedett. Hát nem véletlenül. Ahogy megálltunk, az egyik segítőnk már készítette is elő a csalikat. Van itt egy kis ponty steak, egy méretes ponty patkó. Ezzel próbálkozom elsőként. Ezt dobom be a halaknak. Itt a kapás. Most dobtam be. Már is megérkezett az első hal. Azt javasolták a segítőink, hogy mindenképpen hagyjuk, hogy hagy húzza. Beindítjuk a csónakot. We can go. És a hal után kell erednünk. Ahogy megragadta a csalit, lassan nyel, nem kerül egyből mélyre, nem kerül jó pozícióba a horog. Tehát elkapkodni a bevágás semmiképpen sem szabad. Az első kapás megvolt, de sajnos a hal nem lett meg. Türelmetlen voltam, vagy túlságosan gyorsan vettem fel vele a kontaktust, és egyszerűen a hal megérezte az ellenállást, és kiköpte a csalit. Na, talán majd legközelebb. Azt mondják, hogy ez a csali még kibír egy halat. Hát remélem, hogy a következőt már megfogom vele.
A bedobás után a süllyedésből ítélve egy olyan 2-3 méter lehet a víz mélysége itt. Valószínűleg egy ilyen enyhe törés van, hogy elfoglaltuk ezt a helyet, akkor láttuk is egyébként, hogy ott mozogtak a halak. Valószínűleg a táplálék halak is azon a részen bújnak meg. Nem véletlen vannak ott. Itt az újabb kapás. Keep that baby off. Yeah, just lift it up and point it straight out. Érzem úgy fent, ahogy szépen lassan húzza és rágcsálja a csalit, de most nagyon óvatos próbálok vele lenni. Na vajon meg lehet még ez a hal? Most nem kapkodtam el. Most tényleg óvatosan bánok vele. Itt van. Itt van. Ez az. Ezt most megakasztottam. Oh no. A francba is ez már majdnem megvolt. Még várni kellett volna. Mikor az embert elkapja a hév. Na mindegy. Próbálkozunk tovább. Frustrating, right? Yeah. Kicsit mérges vagyok, mert azt mondtam, hogy nem fogom elcseszni a következő kapást, de mégis sikerült. Újfent türelmetlen voltam. A segítőkkel átbeszélve elmondták egyértelműen, hogy akár 5-7 percet is kell várni, addig kell a halat nyeletni. Hát az enyém az nem volt egy perc sem. Kevés volt, újfent kevés volt. Na mindegy, három vagy igazság. Egy meg a ráadás, aztán majd csak már lesz valami. Féket kilazítom annyira, hogy ne is érzze. Oj. Jó, most már itt van. Fogjad, vigyed. Harmadikra elcsípem. Lesz, nem lesz. És több helyen is láttam most is mozdulni. Tehát tök jó helyen vagyunk. Nyilván ezt a két gyors kapás is megmutatta. Most már csak türelmet kell gyakorolni. Miközben ugye eddig mit tapasztalt az ember? Bárhol a világon horgáztam ilyen nagy testű alakra. Hogyha így húzta, ha ennyi időt nyelettem, akkor mindig meg lehetett akasztani a halat. De hát ez egy másfajta hal. Meg kell tapasztalni a szokásait, és meg kell fogni. Nem véletlen nevezik clever fishnek, tehát okos halnak. És nem véletlen él ilyen régóta ebben a vízrendszerben, mert tudja, hogy mit kell elkerülni, mi a veszélyes számára, és hogyan maradhasson hosszú időn keresztül életben. Itt van. Itt van, itt van. Itt a harmadik kapás. Indítsd Gábor a stoppert, most már nem vágom be. Indítsd be, ja. Nézzük meg, hogy hány perc kell, hogy meg lesen akasztani, meg mekkora ez. Még csak 45 másodperc. Nekem örökkői valóságnak tűnik. Ez az. De nézd meg, már hol tart a zsinór? Ezért megyünk utána, igazából csak ezért megyünk. Aha, elfogyna a zsinór. Mert elfogyna a zsinór. Bevágni nem lehet neki. Így van. Az úszón látó, hogy megy a megyek közepe irányába. Mennyire tartunk, Gábor? Egy percet várom másodszor.
Jaj, még húzza, még itt van. Jaj, kinek öbd. Ha ezt is elcseszem, akkor belegulok a vízbe. Hát azt nem. De jó meleg. Az biztos. Mondjuk mesélték azt, hogy aligátorok is vannak a vízben, és nem is kis számban. Találkoztál már ilyen hallal? Még nem. De még az arapajmát se kellett ilyen sokáig etetni. Na most szerinted mi történik? Szerintem egy helybe áll és forgatja. Aha, azt mondja, hogy mozog. A púzuson 150, izzad a tenyerem, már bevágnék neki. Alattunk van. Fordulját. Oldalra. Ott van, ott van. Hello. Megvan! Vége megakadt. Mennyi időt nyerettük, Gábor? Nem, mondom neked, most 6 perc 24-ne vagyunk, kb. 10-15 másodperccel akaszthattad meg. Tehát olyan 6 perc környékén volt az akasztás. Örökké valóságnak tűnt. Le is állítom a szoftvert, aztán már legközelebb újraindul. Az igen. Van Bambi baj. Láttam már a halat. Nem egy óriás, de nem is kicsi. De végre megvan! Kivisszük a part közelébe, ott vesszük ki a horgot a szájából. Levideózzuk és fotózzuk. Új, de boldog vagyok. Ja. Jó, de szép. Az itt élő horgásztúra szervezőknek szintén elemi érdekük az, hogy minden hal a lehető legkíméletesebben kerüljön vissza éltető elemébe, ugyanis, hogyha elpusztul, akkor nem lesz ez a csodálatos hal, amelyre a világ minden részéből jönnek ide horgászni. Fel kell vennem a kesztyűt, mert az előbb, hogy itt próbáltam megemelni, azonnal annyira megszúrta az ujjamat, hogy ki is vérzett, nem akarom kockáztatni, hogy jobban megsérüljek. Hegyes itt az uszony vége, a pikkelyzete olyan, mint a smégli papír, és hát nyilván a fogazatáról nem is beszélve. Jó. És akkor itt van ez a gyönyörű szép dinoszaurusz hal, amelyért Texasba utaztunk. Fantasztikus jószág. A harmadikat már megfogtam. Félelmetes, milyen fogsora van. Úristen. Jaj. Awesome job. Good job. Thank man. You. Yes, sir. Thank you very much. Thank you. Gratulálok, Gábor. Szép. Köszönöm szépen. Jó kezdődik a történet. És a harmadikra meg volt. Három a jövőség, igaz? Így van. Az eső az elkezdett esni, de mit sem számít, már csuromvizes vagyok. Úgyhogy, ami a lényeg, megvan az első hal. Nem egyszerű játék ez. De megoldjuk.
ez döbbenetes. Most álltunk vissza a kiindulási helyre, ahol az előző alatt is akasztottam, és itt az újabb kapás. Stopper megy. Hadd menjünk. Jó, megy az. Itt van. Igen, itt van. Föltettem egy hatalmas ponypatkót, de tényleg ez egy ilyen legnagyobb tenyeres ponypatkó, és nem volt bent a végszerelék egy percet a vízben, amikor már húzta. És most is érzem a kontaktus. Hallod? Ott akasztottuk, és megy a túlpart irányába. Lehet látni, hogy megy az úszó előttem. Először nem értettem, hogy miért kell ez, de ez mutat nekünk irányt. Így van. 3 perc. Jaj. Az igen. Majdnem belerántott. Szerintem ez megindított már rendes emberek. Meg. És itt 4 perc telt el, de... Ez jobb, nem? Hát majd kiderül, de... A bot alapján, mert megállt benne a bot. Áll lent. Megvárva benne a bot. Most mi történt? Leakadtunk vajon, vagy? Ez nem leakadt. No! Uff! Nem leakadt. Azt a mindenit. Ez egy big fish. Good fish. Big fish, amely. Hol? Megállt. Sajnos úgy éreztem azt, hogy belement egy akadóba. Körülbelül 200 métert húzott a hal, átjött a túloldalra, és beleúszott egy víz alatti ágba, vagy fába. És most egy nagyon merész dolgot csináltak a segítőim. Elvágták a zsinort, az úszó az jelzi, hogy merre megy a hal, és megvárjuk, amíg a hal átúszik az akadók között, és utána felveszik a kontaktus vele. Meg akarja ugrasztani a motorra. There's a big fish and it's under. I got a board if you need a board. I got one in here just. See the bubble? Juhú, óriás úrikat nyom föl. Úristen. Most ez lehet még, azt mondja segítőnk, aligátor is. Careful, guys. Just a big stick. Oh. Oh yeah, it's a big old stick. The whole goddamn tree. Grab that. Itt van az akadó. Aha, és ott húzta át. Már csak le kell húzkolni. It's... Yeah. Come on, top. Okay. I'm coming, hold on. Okay. The line is free. Oh, wet. Pár zsinór van benne. Úgy látom, nem akadtunk bele elsőként ebbe. Ezt a szentségét. Still some all the way over there. Okay. Azt a mindenségét, mekkora ág van itt. We just drop that down. Fú, te jóságos ég. Hal szabaddá vált. Most csak össze kell kötnünk. Ja. Húha, megindult. Jó, várjál, még gyors, még egy menet van, amit próbálom tartani. Meg kell kötnöm. Szép vágja a kezem, hogy jól. Oké. Zsinór össze van kötve. Yeah. Kezdve tekerni közben. Oké, ez a. Ez jó mentés volt. Fú, ez brutális. Lassabban. Okay. Slowly. The fish under the boat. Oh. Ilyen nincsen. Boy, it's shaking the hook and everything. Nah, that's okay. That one you're fucked. That just there in the sticks. That's the only bad thing about the river. Az összes horog kinyúlt. Az összes horog kinyúlt. Mennyit szenvedtünk ezért is elment. Ilyenkor olyan mértékű keserűséget és csalódottságot érzek, hogy azt nehéz szavakkal kifejezni. Komoly önuralomra és akaraterőre van szükség, hogy tudjam folytatni a horgászatot.
megfejtettük az eddigi sikertelenségünk okát. Ugye 4 kapásból mindösszesen egyetlen egy jött ki, ráadásul a legnagyobbat elveszítettük, és akkor derült ki, hogy mi lehet az egyik probléma. Hát megmutatom. Amikor Gáborra ezt majszoltuk, akkor mondták a kapitányok, hogy ez bad luck, azaz rossz szerencse, és ennek a hajóban nincs helye. Úgyhogy ezt nagy nyilvánosság előtt fogom, és kiroptam a partra. A rossz szerencse az elszállt remélhetőleg. Tetszik is nekik. Még nem is süt teljes erővel a nap, de már olyan szinten perzsel, nincs kecmec, fel kell vegyem a maszkot, sőt, föl kell vegyem a kesztyűt is. Nem játék, aki ilyen horgászni szeretne, és kicsit érzékenyebb a bőre, mint ahogy nekem is, azonnal nagyon csúnyán meg tud égni. Én ennek a kockázatát nem vállalom, és inkább beöltözök olyan speciális UV-álló ruházatba, amely garantáltan megvédi a testemet. Határozottan húzza, utána eredünk, hogy nehogy újfent akadót fogjon. Itt látszik, hogy viszi az úszót. Ez abban az irányban, hogy hallod. Tudja, hogy hol van a fami. Mennyi időt telt el? Hát most vagyunk ilyen 4 percnél majdnem. Még nem teljesen 4 perc. It's still gonna be maybe even to the left. Balra van. When you feel that way, you set it, set the hook hard, okay? Itt van. Most fogjuk meg. Ez van. Oh. Aha. Wow. Behúztál a botot a vízbe. Ez vastagabb, mint az előző. Nagyon-nagyon vágytam erre a halra. Egy igazi dinoszaurusz, egy igazi őskövület, betonkemény a feje. És hát nagyon örülök annak, hogy a dinoszauruszok bár kihaltak, de ő még itt van velünk és életben van. És ilyen fantasztikus élményekkel örvendeztet meg. Na-na. Na-na-na. Nagyon hasonlít a mi csukánkra, de hát attól azért ugye lényegesen erőteljesebb, vaskosabb feje van neki. Ez a dupla soros fogsor, ez különösen félelmetes. Itt van a nagy melluszony. Ebből ugye duplán található. Ez ugye a hasalatti uszony. Itt van a farok alatti uszony. Hasonlóképpen a csukánknak van itt felül a farka végén is egy uszony. És a hatalmas nagy farokuszony. A mi csukánk az nyálkás és síkos, míg ennek meg ilyen kifejezetten kellemetlen, érdes a pikkelye. Nagyon óvatosan kell húzgálnom rajta kezemet, mert érzem, hogy megsértheti. Nem véletlenül használták ezt a jégen nyilak hegyéhez is. A háta az olajzöld, míg az oldala és a hasi része pedig világos pikkelyezetű. Lassan, de biztosan növekszik ám a méret. Ez hosszabb is, vastagabb is, érezhetően súlyosabb is. Most már megértettem azt, hogy miért használnak ilyen gyenge minőségű horgot. Ugyanis ez a halban 2-3 nap alatt elrozsdásodik, és tulajdonképpen nyom nélkül eltűnik belőle, mivel puha.
nem a legjobb minőségű acél. Bármilyen furcsa, de ez a legkíméletesebb bánásmódja ezzel a halnak, ugyanis lehetetlen másként a szájába nyúlni, anélkül, hogy a horgász, aki a horgot megpróbálja eltávolítani, ne sérüljön meg, vagy a halnak se okozzanak további sérülést. Nagyon féltem, hogy nehogy orrba vágjon. De azért megérdemelte a puszit. És a szabadságát is. You gotta get in the right spot, you know what I mean? Mostan egy fél pontot dobok már be. Tessék, ki lett dobva a hajóból a banán, és már is itt az eredménye, az eddigi legnagyobb aligátorcsuka. De ez is egyébként hajszálon múlott, hogy meglett, mert miközben fárasztottam, persze bement a medel közepére, és összeszedett az akadók környékén egy olyan zsinórcsomót, amit a segítőmnek kissel kellett elvágni, úgy tudtuk a halat kiszabadítani. Most vett levegőt, hasznosítja a környezeti oxigént, és a legzoldabb, legoxigén hiányosabb vizekben is gond nélkül megvan. Nyilván nem akarom sokáig ebben a pozícióban tartani, amilyen gyorsan csak lehet. Lefotózzuk, levideózzuk, és mehet vissza. Van itt az álla alatt egy izom. Nem a kopoltyútárgyú lemezek közé nyúlok, hanem ezt az izmot ragadom meg. Ez egy biztos, stabil fogást eredményez, és így tudom megemelni, és a kamerának megmutatni. Ez igen. Hát így satra azt mondom, hogy a 20 kiló, de lehet, hogy több is. Awesome.
Minden reggel korán keltünk, és próbáltunk kellő mennyiségű kalóriával felkészülni az adott napra. Gábor remekül süt és főz, számos alkalommal bizonyította már ezt, és mentett meg minket az éhhaláltól. Persze valamit mindig kellett még venni, hogy legyen mit enni a hajón is. A kapitányaink nagyon gyorsan és rutinosan helyezték vízre a hajókat. Látszott, hogy nem először teszik mindezt. Már a harmadik horgásznapra készülünk, ismét fölkerült egy szép termetes ponypatkó a háromágú horogra, bízva abban, hogy hamarosan megtalálja újfent ez is a gazdáját. De előtte hadd meséljek arról, hogy mi történt tegnap. Az első nap után azt gondoltam, hogy megvan a peca, különösebb meglepetés már nem érhet. De bizony ért. Képzeljétek el, hogy több mint 10 kapásom volt, és végül egyetlen egy darab halat sem tudtam partra vagy csónakba segíteni. A csali méret elárulja, hogy itt most nem kis halra pályázom. Hát ez a szegény ponty. Remélem megtalálja, vagy annak a feje méltó párját, ami egy óriás aligátor csukában testesedik meg. Még bedobni se könnyű. Tetszik nekik. Folyamatosan ugratnak, de majd meglátjuk innen a végén. Az arckifejezésem már elárulja, hogy itt valami nincs rendben. Nagyon nincs. A fárasztások mindig ugyanúgy indultak. Kapás és a zsinór szabadul engedése. De ezen a napon minden akadót megtaláltak a halak. Amikor így áll a bot, már sejthető, hogy mi történt. A forgatókönyv ismét ugyanaz. Gyönyörű kapás, rohan a hal, majd mire megvan a kontakt, és kivártam a nyeltés időt, már késő volt. Végre megérkezik a kapás, végre arra hajtva van életet hala, és utána meg beleúszik egy akadóba. De nem adtuk fel. Sokadik helyszín, sokadik dobás, és már szaladt is az úszó ismét. Ezúttal a csónaktól pár méterre egy fa alá úszott a halam. Meg sem tudtam emelni a botot, így rögtön a zsinór elvágásával, majd újból összekötésével indult a fárasztás. Ez is be van akadva. De mire megvolt a kontakt a hallal, már ismét késő volt. Kőkemény ez a pálya. Ugyanilyen erdő van a víz alatt is, és a halat hagyni kell szabadon úszni. Különben nem lehet megakasztani. Ez egyszerűen őrület. Ami meg véletlenül nem menekül be a víz alatti erdő sűrűjébe, az meg nem nyelt elég mélyre a csalit, és kirántottam a szájából. Rég éreztem magam ennyire tehetetlennek. De a java még csak ezután következett. Az aligátorgal olyan csomót kötött a zsinórra, hogy csak pislogtunk, amikor a felszínre került. Ezt meg hogy? Ha pedig még nem lett volna elég bajunk, azonnal átvágtatott a csónakmotor alatt, beleakadva mindenbe. Kapitányunk pekhére a botom spiccébe is beleakadt a főzsinór, a káosz közepette. Hát ez még hiányzott, a botom spicce eltörött. De legalább a hal még megvan, gondoltam. Igaz, az akadóban, a hajó alatt. A
kapitányunk, hogy mentse, ami még menthető, vízbe ugrott, és kiakasztotta kézzel a fából az elakadt fűzsnort. De mivel az a hatalmas csomó nem fért be a gyűrűkön, és újra akadóban volt a hal, ismét kellett a kés. Villámgyorsan kötöttem már a zsinort, volt időm begyakorolni, de ez sem mentette meg a helyzetet. Oh, no, the fish is on. Fish is on, it's a big one. But, hogy teljes legyen a káosz, a hal elúszott egy sorhoroggal ellátott kötél alatt, és leakadt. A kötélen van a hal. A kötélen van a hal. On the rope. The fish is on the rope. No, not no, on the hook. That's a trout line. They put it a long ways with like 50 hooks. Yeah. Dühösen téptem fel, és raktam a hajóba az elhagyott halgyilkos eszközt. De nagy volt. Lassítson. Mondd, hogy lassítson. Majd megjött az újabb kapás, és persze ez is hol végezte? Menthetetlenül az akadóban. Na talán majd ez. Ami nem az akadóba menekült, az meg leakadt. Szétfekett a dűk. Minden halat elveszítettem. Ez nem az én napom volt. Hát nagyon bízom benne, hogy a mai nap már szerencsésebb lesz, bár a tegnapitól rosszabb talán már nem is lehet. A horgászatban, főleg az ilyen kemény terepen, a szerencse forgandó. Lehet, hogy ma, a nap végén, akár életem, halát tarthatom a kezemben, hiszen szinte biztos veszem, hogy az elveszített halak között voltak hatalmas példányok is. Előbb-utóbb csak jön belőlük egy. Itt van a reggel első hala. Tulajdonképpen az első bedobásra érkezett. A tegnapi nap folyamán is megtapasztaltuk azt, hogy ha új helyre érünk, hogyha új helyet próbálunk, ha van a közelben nagy testű hal, nagyon gyorsan felveszi a csalit. Minden nap tanulunk, tapasztalunk újat, és most már látjuk azt, hogy annak ellenére, hogy a halak döntő többségét a mederben látjuk fordulni, táplálkozni, mégis ide a part szélébe, a medertörések környékére látogatnak ki. Majd amikor megragadják a csalit, akkor őrült erővel, lendülettel, sebességgel úsznak be a meder közepére, keresve ott valami védett helyet. Hát ugye általában ez egy akadó, vagy tuskó, vagy víz alatti ágrendszer, ahol szépen lassan próbálja elfogyasztani a prédáját. Rendkívül idegőrlő ez, mert tulajdonképpen a környék urának, a környék legnagyobb halának ad az ember minimum 5 perc esélyt arra, hogy oda menjen, ahova ő akar. Most megint csak drukkoltok azon, hogy nem egy sűrű akadót vett éppen célba, ahonnan esélyem sem lesz kihúzni. Ez egy jó kérdés ilyenkor, hogy valójában hol van a hal, mert az úszót látjuk, de ahhoz képest ugye nem fix az úszó, bárhol lehet a hal a víz alatt a lehúzott zsinór mennyiséggel együtt. Pont olyan sűrű erdő van a víz alatt, mint amit látunk a háttérben, bedőlt fákkal, galjakkal, ágakkal. Fú, kísérgetjük a halat, úszik itt alattunk, aztán ki tudja, hol áll meg. Most van 7 perc. Hal még mindig úszik. Víz, megy? Megy. Akkor jó. Megpróbálom megfeszíteni. Tehát rátekerek. Ez az. Fú, milyen messze van. Azt hittük, hogy itt van alattunk. Hú, 25 méterre van tőlünk a hal. Elment. Hát nem indul jobban a mai nap sem, mint a tegnapi.
de minden rossz egyszer véget ér. Az eső sem esik örökké, egyszer kisüt a nap. Wow. Csú. Soha, de soha nem adom fel. Tudtam, hogy egyszer csak eljön az én pillanatom. Rá van tekeredve valahogy. Ja. Ezért sokkal nehezebb irányítani is. Talán megtölni látszik az átok. És végre sikerült beakasztanom egy újabb szépséget. Ez már nagyon kellett. Pórázon vezetem a hatalmas csukát. Milyen vaskos. Megfigyeltem, ugyan paraziták vannak rajtuk. Ezek elcsúfítják egy kicsit a szép arcát neki. Itt is van egy pár darab. Ezektől megszorítom. Na most, ha csak ennyit látnánk ebből a halból, és az uszonyait eltakarnám, akkor elsőként szerintem mindenki azt mondaná, hogy az nem más, mint egy aligátor vagy krokodil. Annyira hasonló a fejformája, annyira hasonló a szája. Az evolúció érdekes. Ő neki uszonyokat, míg a krokodilnak vagy az aligátornak lábakat növesztett, és így különül egymástól a két faj. Megkockáztatom, hogy az eddigi legnagyobb, de ritkán szoktam ilyet mondani, azt gondolom, most már megérdemeltem. Tehát annyi szívás volt már, annyi elcseszett akció volt, hogy már kezdett az önbizalmam is teljes egészében összeomlani, de szerencsére egyszer minden rossz elmúlik. A hal méretei magáért beszélnek, és ebből az erőteljes pöttyös farokból tudjuk azt, hogy ez egy fiú. Na, hol az óra csúcsa? Belekapja az ujjamat. Faroktőig 142 cm, a farokhegyig pedig 158. Aha. A kerülete 62 cm. Nem túl bonyolult a végszerelék, amit itt most használok. Az elmúlt napok bebizonyították, hogy tökéletesen működik. Hát a csali mérete az változtatható, mivel most már szeretném a kifogható halak méretét növelni, ezért a létező legnagyobbat tettem föl, ami elérhető. Itt van egy háromágú horog, a csaliban elrejtve, amely a méretéhez képest szinte jelentéktelennek tűnik, de mivel elég hosszú a nyeletési idő, ezért, hogyha a hal mérnyelte, akkor garantáltan ez a maximum egyes méretű horog is megakasztja a halat. Ugye korábban nem tettem azt, hogy a legkíméletesebb módja, hogyha ez benne marad a halba, a drótelőkével együtt, ugye akkor azt említettem, hogy elrozsdásodik ez a horog. Kiderült, hogy annyira erős ennek a csukának a gyomorsava, hogy 2-3 napon belül képes teljes mértékben elemészteni, és így módon eltüntetni ezt a horgot, majd a drótelőke az vagy bélrendszerébe kerül, és onnan tűnik el, vagy pedig egyszerűen kiöklendezi, és így kerül ki a halból. Ez folytatódik egy körülbelül 1 méter hosszúságú drótelőkében. A főzsinórhoz ez egy erős forgóval csatlakozik. És akkor itt van egy úszó, amely igazából szabadon tud a végtelenségig csúszni. Ennek tulajdonképpen a jelentősége az, hogy mutassa a hal menekülési irányát, könnyebben nyomon tudjuk követni, és rá tudunk menni. A főzsinór az minden orson legalább 60-as vastagságú fonott. Ezen a nagyon nehéz, kemény terepen ez minimum kell is. A bedobás ilyen nagyméretű sali esetében ezzel a könnyű bottal csak egyetlen módon vitelezhető ki. Léces Gábor, megfogod? Megkérlek. Ez legalább 1,5 kg, ez a fej, amit a kezemben tartok. A botom maximális dobósű tartománya 180 g. Ezt most
megkímélem attól, hogy eltörjem. Mint egy fél tégla esett be a parttól kb. 15 méterre. Pont oda, ahol sejtjük a halakat. 4 óra 46 perc, és mi már úton voltunk. A korai kelés egy távolabbi folyószakasz meglátogatása miatt volt indokolt. Kapitányunk villámgyorsan, segítő nélkül helyezte vízre a hajóját, majd stabilizálta a meder szélén a sekkvízi horgonyokkal. Ma a folyó egy teljesen más szakaszát fogjuk meghorgászni, és a környék egyik legjobb kapitányát sikerült megszereznem erre a 2 napra, ami még hátra van, és hát a vasakkal is erősítettünk rendesen, ahogy látod. Ja, majdnem 400 lóerő az itt most rendelkezésünkre áll mára. Az armad egy kicsit felerősödött. Nyilván nagyobb távolságokat kell megtenni, ez itt van szükség az erősebb hajókra. Vágjunk bele, meglátjuk, mi vár ránk ma. Hát csináljuk. Itt nem bízták a véletlenre. No bananas, olvasható hajon, hogy véletlenül se jusson eszedbe banánt hozni. A Trinity folyó itt teljesen más arcát mutatta, sőt, még a víz színe is más volt. A csali gyorsan berepült a vízbe, majd a bot egy parti bottartóra és nem a csónakba került. A kapást pedig elektromos kapás jelző jelezte. Nem is kellett rá sokat várni. Megérkezett az első kapás. The rod just went in the water. Yep. Na, hát azért kalandos indul a mai nap is. Fogtál már így halatkozni? Hát így még nem. Is the rod. Megakadt valami? Vá, itt van. Azt hittük, hogy elment a hal, de nem ment el. A bottolvaj. Ja. Lopós fajta. Yeah. Hozd el. Oh my god, viszont a horogott van a szája szélébe. Ja. És közben kapásra a másikon is, úgyhogy tulajdonképpen már is kapás érkezett az elsőre. Aztán a másodikra. Aztán itt a második. Oké. Okay. Felveszem a kontaktust ezzel is. Aztán meglátjuk, hogy mekkora lesz. Yes! Uha! Oh. Megláttam a vastag hátát. Itt a mai reggel első igazán szép aligátor csukája. Kapitányunk nem adott sok időt a horgászatra. A folyó ezen szakaszán, mint mondta, itt most csak kicsi halak vannak. De olyan területre megyünk, ahol megfoghatod életet, halát, ha szerencséd van. Ez a folyó egyik eldugott, zegzugos mellékága volt. Egy új technikát próbálunk a reggeli fenekező elektromos kapásjelzés horgászat után. Ez pedig nem más, mint egy úszós horgászmódszer, amelynek a lényege... Okay. Le kell tekerni róla a zsinort, miután felakasztottuk. Okay.
a halat a horogra, és magára hagyjuk. A bója az ugye egy PET palack, kellően nagy felhajterővel, van még egy megszokott méretű úszó, amely jelzi a menekülhal irányát, bár szerintem túl nagy jelentősége most nincs, és mint látható volt, a zsinórnak a vége nem csatlakozik horgászbothoz. Hogyan fogjuk majd a halat megfogni, hogyha kapás lesz? Hamarosan meglátjátok. Ha jól számolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilyen bóját helyeztünk ki szabad zsinórvéggel, csalival erre a vízterületre. Ezzel szépen le is vettük ezt a zöblöt. Nagy izgalommal várom, hogy mi történik, amikor megérkezik a kapás. Volt az, hogy a leggyorsabb a jobb szélső. Az első két lerakott, jobb oldalt található bója elindult. Ez azt jelzi egyértelműen, hogy valami a csalit megragadta, és próbálja elvinni. Mi pedig oda megyünk és megfogjuk. Letekelt a flakonról még annyi zsinort, ami lehetőséget biztosította arra, hogy gyorsan összekösse ennek a botnak a szabad zsinór végével. Ez meglepakasztva. Nem is tűnik rossznak. Ez nem lesz rossz, ha... It's a big fish. Big fish. Ez nem kérdezett, mint az eddigi kisebb méretű halak. Ez nem kér elnézést, ez megy. Ja. Lételemünk, hogy valami történjen mindig, igaz Gábor? Ez már csak ilyen. Hogy mondtad, egyszer csak valamelyik belehibázik, ugye? Egyszer hibázni fog. Én ezt mondtam a halomból, hogy ezt a halat úgy lehet megfogni, hogy hibázik. Másképp nem. Ha nem megy akadóba. Előkészítette a guide-unk a kötelet, ami csak a legnagyobb halaknak jár. Nem felakasztani akarják őket, hanem egy bizonyos méret fölött csak azzal lehet kivenni őket. Hatalmas buborékokat nyomott ki magából. Nagyon erős hal. Gyönyörű. Ez nagy hal. Ez egy gyönyörű nagy hal. Próbáld meg emelni. Próbálom, de azért... Tudom, hogy nem akarja. Nem olyan egyszerű ez. Nézd meg, lekéri a botot. That's what a real fish feels like. Yeah. Real wildlife. Come on up. Come on up, look at us. Come on, baby. Fú, itt a nagy krokodil. Egy aligátor. Hú, ilyen feje van. There you go, just like that. Oh, yeah. My God. She's gonna jump. Yeah, this is a big one. Ez gyönyörű. Okay, we got it.
Azt a mindenségét. Awesome. Good job, sir. Great job. Fú, te jóságoség. Now we can go to the shore and take photos. Okay. Azt a mindenségét. Láttátok ezt a mozdulatot? Mint egy hatalmas bikát, vagy egy vadlovat meglasszózott. Ha már Texasban vagyunk, akkor stílszerűen hogyan fognánk meg egy igazi vadhalat? Ha nem úgy, mint egy vadlovat. Beleránt még a kötélről is. Én nekem ez a legvadabb hal, amivel találkoztam mindig. Melyik az övé? Az arapajma is kemény, de hát ez nagyon durva. Fú. Csak a fehér tok meg elbújhat mellette. Méltatlankodik. Hiába nagy a méret. Itt van életem egyik legnagyobb és legvadabb édesvízi szörnye. Nagyon különleges, nagyon szép és egyben nagyon veszélyes hal. És hihetetlen büszke és boldog vagyok rá, hogy ezt közös munkával, Gábor, sikerült újfent megfognunk. A környék ura, az aligátor csuka itt van a kezünkben. Itt tartjuk ezt a csodálatos szép halat. De nehéz vagy. Nagyon kell vele vigyáznunk és sietnünk, hogy mielőbb visszanyerje szabadságát, és újfent az uralmát gyakorolni tudja. Ezeket a hatalmas fogakat és fejet látva, gondolom nem kell elmagyaráznom, hogy miért hívják aligátor csukának. Nagyon hosszú, kemény, vaskos feje van neki, olyan, mint a teknősbéka páncélja, és az erezete, a mintázata, az pont olyan, mint Guyanában, amiket fogtam arapajmákat. Nagyon különleges, nagyon kemény, igazi őskőlet, igazi túlélő. Mennyi lett ez, Gábor? Hát ez közel a 100-hoz. Valami nehéz. Hatalmas hal. Valami vaskos és nehéz. Egy bocsára mielőbb. Ez is leírtam. De a legjobb érzés az, amikor itt kiúszok a kezed közül. Tök összejött. Volt azért küzdelem. Meg. Közösen mindig megtaláljuk. Tegnap olyan napom volt, amit amíg élek, azt gondolom, hogy soha nem felejtek el. Kezemben tarthattam életem eddigi legvadabb, legharcosabb, legkeményebb vadvízi halát. És miután befejeztük a fotózását, videózását és visszaengedését a halnak, majd elkezdtük begyűjteni a vízen maradt csalival ellátott bójákat, amelyek közül kettőn volt két kisebb csuka. Természetesen ezeket is kifárasztottam, kíméletesen visszaengedtük, de igazából ez egy érdekes dolog, amit most mondani akarok. Nem is akartam már tovább horgászni. Hagyni akartam, hogy ülepedjen az élmény, nem akartam, hogy bármilyen más halfogás élménye ezt tompítsa, és visszamentünk a szállásra, és együtt örültünk tovább ennek a fantasztikus kifogott halnak. Az utolsó texasi horgásznapunkra egy olyan módszer maradt, amely ennek a halnak a megfogásában még eddig nem került képbe. A víztározó alatti gátnál próbálkozom tergető technikával. A kapitányunk ezt a műcsalit javasolta a kezdésnek. Hát nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan lehet ezzel megakasztani a halat és végül megfogni, mert ugye az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy akár 8-10 percig is nyeletni kell, mire valóban kifoghatóvá válik, megakaszthatóvá válik a hal. Hát ha ezt a szájába véve könnyebben meg tudjuk akasztani, de hát hamarosan ki fog derülni. Let's go!
Yes. Kis erőszakos. Hát kicsit nyitok a féken azért. És hogy rávágok, egyből meg is akar? Aha. Hát itt nagyon más esély nincs. Hát vagy beakad a fogak közé, vagy nem. Na mutasd magad. Ez ilyen fekete színű, láttam már. Gyere, gyere. Black? Aha. Ja. Hát ilyen nagyon szép, sötét színű aligátor csukát még nem fogtunk. Úgyhogy ez megint egy új szín a palettán, szó szerint. Ugye általában én a túrákon nem szoktam horgászni, hiszen a vendég az első. Most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én is dobhattam párat, és ez a gyönyörű hal lett az eredménye. Basszus! Ez jó bele! Tartsd kicsi a botot! Kösz! Tartsd fel a botot! Ah! I lost. Azaz. Itt van. Ahogy lecseréltem a sárga színű műcsalit a te Fire Tiger műcsalidra, egyből rávágott. Olyan, mint a tiéd, csak normál színváltozatban. Megkorákat rángat! Baj, nem kiáltott a kezemből a botot. Ja, fekete, mint a tiéd volt az első. Előbb lelassítottam. Aha. Fisson. Meg is fogtad egyből? Kicsi. Fisson. Gábor próbált az előbb csónak közelében húzni egy halat, és ahogy Körk próbálta szájából kivenni a horgot, beleakaszta a horog. És most láthatjátok azt, hogy hogyan lehet a háromágú horgot, ami a kezébe akadt, kiakasztani. You gotta do it hard. I mean, jerk it hard. It'll come right out of there if you jerk it hard. Just say 1, 2, 3 and do it on whatever number you want to. Do it fast, come on. 1, 2, 3, 4, 5. There it is, see? No problem. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, no, no problem. Let me show you in my face. Yeah. Just like this? I'll show you. Look, stab me too. See my face? Az arcába is belakadt már egyszer egy horog, és azt is hasonló módon szabadították ki. In the face. Hát ezt nevezik munkai balesetnek. No problem. That's the easiest way to take the hook out. Use the line. It's no problem. Szóval így kell kiszabadítani a háromágú horgot, hogyha belakadt a kezetekbe. Thank you.
itt kapta el a csónak előtt. Még nem tudja, mi történt. Nagyon gyors, nagyon dinamikus forgászat ez, de ha jól számolom, talán minden tizedikből jó, hogyha egy csónak közelébe kerül, és végül meg tudjuk fogni. Szinte minden dobásra van kapás, de azért csak ez a kemény csontos száj nem hazudtolja meg magát, és bármennyire is hegyesek a horgok, az esetek döntő többségében, addig-addig rázza fejét, hogy kirepül, és megszabadul a műcsalitól. Nagyon kellemes meleg van, legszívesebben belecsobbannék a vízbe, de a lábamat is csak óvatosan merem beletenni, mert itt olyan mennyiségű ragadozó hal van, hogy bármelyik pillanatban bármi megtörténhet. Ugye a hátam mögött van az a gát, amely megtartja a felettünk elhelyezkedő víztározónak a óriási víztömegét, tőlem balra pedig egy vízi erőmű került felépítésre, így áramot is termelnek a segítségével. Itt ebben a pezsgő folyamatos oxigénnel ellátott vízterületen elképesztő mennyiségű hal van. Ráadásul ugye nyilván ezek a halak vándorolnának, mennének a folyó fentebbi szakaszára is, de hát a gát megállítja őket, bár az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy ezek döntő többsége nem túl nagy méretű, de úgy gondolom, hogy ha lenne egy ilyen vízterület Magyarországon is, nyugodtan mondhatom, hogy a pergető horgászok egyik mekkája lehetne. Ha magam mögé tekintek, szinte minden pillanatban látok egy halat ugrani, fordulni, és ahogy egyre közelebb haladnak a gáthoz, minthogyha sűrűsödnének, és növekszik a mennyiségük ezeknek a halaknak. Ez a bójasor, ahol most mi is megálltunk, ez jelzi a horgászható területnek a határát, tehát ettől beljebb bármennyire is csábító, hogy ott még több halat lehetne fogni, nem lehet már menni. Amerikában a szabályokat nagyon szigorúan be kell tartani. Tehát nincs kecmec, nincs játék, nagyon szabad ország, nagyon sok mindent megengednek, de hogyha valaki ezek ellen vét, akkor annak súlyos ára lesz. Horgáztunk már a tározótér alatti folyószakaszon, horgáztunk már a tározótér feletti folyórészen. Egyedül, ahol még eddig nem horgáztunk, az pedig maga ez a hatalmas, nagy, tóvá duzzadt tározótér, amelyet a reggel meghorgászott pergetés helyszínének a gátrendszere tart meg. Itt a területhöz hasonló módon, bójás módszerrel, szabad zsinórvéggel próbálunk aligátor csukákat fogni. Itt most még képbe került egy lufi is, amely nyilván azt a célt szolgálja, hogy még jobban látható legyen a bója, még távolabbra is észre lehessen venni majd a kapást. Itt a következő bója, és egy finom kis csalihal. Most, hogy visszanézek, hogyha nem lenne ez a lufi a bóják mellett elhelyezve, már nagyon nehéz lenne nyomon követni őket. Viszont ez még egészen távol is jól látszódik. Egyértelműen kapás van rajta. Nézd, milyen sebességgel megy az úszó.
azt onnan is látni, hogy megnyúl a távolság ugye a bója és az úszó között. Üldözőbe vettük a menekülő halat, de nagyon gyorsan úszik. Hatalmas területet járt már be, most mikorra utolérjük a csónakkal. Metodika ugyanaz, összekötjük a főzsinort a búján lévő zsinorral, majd a kontaktust felvéve megkezdődsz a fárasztás. Leellenőrzöm a féket. Ez nagy hal. Fú, milyen kirohanás volt. It's a big fish. Ez megint csak nem kérdezett. Annyira gyorsan húzta egyébként a csalit, hogy egyszer víz alá merített a lufit is. Olyan ereje volt a halnak, hogy le tudta húzni a lufit, le tudta húzni a bóját is. Na most kicsi hal erre nem képes. Ez még agresszívebb, mint a tegnapi nagy hal. Aztán, hogy mérete, az megközelíti-e a tegnapit, az meg tudom derülni. Ez egy centit nem jött még föl. Á, nem mutatta magát meg. Vontat minket. Ki kell távoztanom magamat, nehogy hogy megrántja a botot. Belebillenjek a vízbe. Ez a túra az utolsó pillanatig, az utolsó percig tartogat meglepetéseket. Ezért mondom mindig a vendégeimnek is, amíg vízben van a horog, addig bármi megtörténhet. Ez így igaz. Ezt a hatalmas csónakot húzza magával. Semmit nem láttunk a halból. De hogyha Kirk kezébe veszi a lasszót, az jót jelent. Megjelentek hatalmas órékok. A tegnapja az nagyobb volt, azt mondja, de ez is hatalmas aligátor. Most ő gyorsabb volt. Great job! Great job! Mindenki vizes lett! Number two! Okay, now we go to the shore. Yes. Okay. Itt az utolsónak bónuszhala, a túra méltó befejezése. Egy újabb óriás, egy újabb óriási aligátor csuka. Ha, 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 ha.
elképesztő mennyiségű élményben és kalandban volt részünk ezen a túrán is, miközben egyáltalán nem indult valami fényesen ez a horgásztúra, egyáltalán nem lehet diadalmenetnek nevezni mindazt, amit itt megéltünk. Rendkívül sok nehézségbe ütköztünk, rendkívül sok nehéz dolgot tapasztaltunk meg, de ezekből okulva és újra elemezve a dolgokat mindig jobbak, mindig hatékonyabbak és eredményesebbek lehettünk, aminek a végén fantasztikus méretű dinoszaurusz halakat, egészen pontosan aligátor csukákat tudtunk megfogni. Hát ugye ezek között volt kettő hatalmas, és az öröm, az érzés leírhatatlan, amely most is kavarog bennem. Nagyon köszönöm, Gábor, azt, hogy megszervezted ezt a túrát, és együtt élhetjük meg ezeket a fantasztikus kalandokat. Én is nagyon köszönöm ezt a túrát, és büszke vagyok arra, hogy közösen meg tudtuk oldani ezeket a nehézségeket, és a végén egy ilyen fantasztikus eredménnyel zártuk ezt az egész túrát. És hadd mondjak el még valami érdekességet, tegnap beszélgettem a kapitánnyal, és elmondta, hogy ez volt a 70. forgatása, amit különböző tévéműsoroknak, tévécsatornáknak csinált, nem kisebb nevekkel, mint Jakub Wagner vagy Jeremy Wade. De az a hal, amit tegnap fogtál, a top 5 méretű hal között ott van, amit ezeken a forgatásokon fogtak. Úgyhogy méltán lehetsz büszke erre a fogásodra, hiszen a legjobbak között van, még ezek között a híres nevek között is. Talán nem túlzás, ha azt állítom, hogy együtt nagyon szerencsések vagyunk. Mert nyilván ahhoz, hogy ilyen méretű halakat meg lehessen fogni, azért nem kis szerencsére is szükség van, de valahogy ketten együtt behozzuk ezeket a hatalmas példányokat. Ez így van, és nem csak a szerencse, hanem egy nagyon komoly team munka, és az, hogy mindig meg tudjuk oldani ezeket a nehézségeket közösen együtt. Igen, valószínűleg ez a titka mindennek, de ne feledkezzünk meg körkapitányról, akinek köszönhetjük azt, hogy a legjobb helyekre vitt minket, és esélyt adott arra, hogy végül ilyen fantasztikus halakat foghassunk. Thank you so much. Hey, yes sir. Thank you so thank much. Thank you, Captain. Yes sir, thank you. You're the best. Thank you. I appreciate it. It was good trip. Yeah. Awesome. Great trip.